Puskás Tivadar polgármester és Kocka Tibor alpolgármester tartott közös fogadóórát csütörtökön a Herények házában. A legtöbb megkeresés önkormányzati bérlakásra és krízis szállásra vonatkozott. Szó esett utak, árkok rendbetételéről, valamint az egyes jelzésű helyi járatos busz visszaállításáról. Javaslat született arra vonatkozólag is, hogy Szent II. János Pálpápa tervezett szobrát ne a város perifériáján lévő szalézitéren, hanem a Székesegyház környékén helyezzék el.